Alelnök úr, itt ezen a mai lellei alkalmon elmondtad, hogy jelentős részt vállalt a líder csoportok újraszerveződésében, segítésében a megyei önkormányzat. Miért volt erre szükség? Azt tudjuk jól, hogy a törvényi változások következtében elsősorban itt az önkormányzati törvény és a területfejlesztésről, területrendezésről szóló törvény módosításaira gondolok. 2012. január 1-től a magyarországi megyéknek, a megyei önkormányzatoknak a feladatai jelentősen átalakulnak. Szoktuk mondani, hogy feladat és hatásköre jelentősen megváltozik. Ennek értelmében döntően területfejlesztő feladatokat kell ellátnunk a jövőben. És az elmúlt években nagyon sok helyén, nem csak Somogy megyének, sőt elsősorban nem Somogy megyének, láthattunk bizonyos párhuzamosságokat, amelyek a területfejlesztésben és a vidékfejlesztésben olyan anomáliákat okoztak, amelyek egyrészt a hatékonyságát megkérdőjelezték ezeknek a fejlesztéseknek, ezeknek a beruházásoknak. Másrészt nem biztos, hogy megfelelő célterületek lettek fejlesztve. Pontosan azért, mert a vidékfejlesztés és a területfejlesztés között semmiféle kölcsönhatás, semmiféle kommunikáció nem történt meg. Ez volt az egyik oka, amiért a megyei önkormányzat, a Somogy megyei önkormányzat az országban elsőként a zászlajára tűzte, hogy a vidékfejlesztésben is megpróbál orientálódni, megpróbál a jövőben közreműködni, annak érdekében, hogy minél több sikeres projekt valósulhasson meg, és lehetőség szerint egy olcsóbb, hatékonyabb működéssel, egy munkaszervezeti működéssel, az úgynevezett bevont munkaszervezeti működéssel biztosítja ezt a fajta vidékfejlesztési feladatellátást is. Ebben az első partnerünk, ebben a munkában a Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület lett. A lefedettségi területét tekintve egy jelentős nagyságú területről van szó, hiszen 33 délnyugat Balaton és ahhoz közeli a település, mint egy valamivel több mint 55 ezer embert magába foglaló populációt jelent ez itt Somogy megyében, a Balatongyöngye működési területe, és május 1-ével ők megkapták az új jogszabályi háttérnek megfelelően ennek elegettéve az úgynevezett helyi akciócsoport minősítést az irányító hatóságtól. A HACS minősítés megszerzésével begyorsultak a mindennapok, és nekik gondoskodni kellett egy megfelelő infrastruktúra, egy megfelelő irodai háttér, egy munkaszervezet felállításáról, és gyakorlatilag el kellett kezdeni azt a működést, ami hosszú hónapok óta hát ezen a területen, ezen a lefedettségi területen váratott magára, hiszen tudjuk jól, hogy a régi jogszabályi feltételek még lehetővé tették a gazdasági társaságok által működtetett helyi akciócsoportokat. Az új jogszabályok szerint már egyesületi formában kellett ezt megtenni. Így a korábbi gazdasági társaság szerepét, feladatát felváltva, és azt lecserélve a Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület nyerte ezt a helyi akciócsoport minősítést. És hát gyakorlatilag ők ott álltak, nagy munkavágyal, tetrekészséggel, akarattal, de igazából a tagság befizetései a tagdíjakon kívül igazából más forrásuk nem nagyon volt, hogy ezt a nagyon szép, ám annál fontosabb feladatot elkezdjék. Ekkor lépett be a megyei önkormányzat, és egy együttműködési konstrukciót dolgoztunk ki, és ezzel az volt a célunk, hogy egy olyan modellt, egy olyan konstrukciót állítsunk össze, amely nem csak itt Somogy megyében a többi líder és a megyei önkormányzat közötti együttműködésnek a feltételeit tudja majd megfelelőképpen megalapozni, hanem lehetővé teszi azt is, hogy ezt a modellt, ezt a konstrukciót másik megyék is átvegyék. Szerencsénkre az elmúlt hetekben, hónapokban azt láthattuk, hogy ez a modell működik, és számos más megyei vezető, elnökök, alelnökök érkeznek hozzánk, vagy telefonon keresnek meg bennünket, hogy szeretnék átvenni ennek a modellnek a receptjét, szeretnék ők is, hogyha a vidékfejlesztést, a területfejlesztési feladataik mellé a megyéhez, megyei önkormányzatokhoz csatornázhatnák be. És hát ez a folyamat itt Somogyban sem ért véget, nem állt még meg, hiszen a Somogyban működő 6 helyi akciócsoportból az első volt a Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület, aki újonnan megalakult egyesületként nyilván ebben a konstrukcióban részt vett, de a korábbi talán mondhatom azt, hogy ellenérzésekkel szemben most már azt látható, hogy újabb 2 helyi akciócsoport, a Zselici Lámpások és az Észak-Kaposi Partnerek is jelezték azt, hogy ebbe a fúzióba, ebbe az integrált munkaszerveti működésbe, ami elsősorban csak az akkreditált feladatok ellátását jelenti megvalósítani a megyei önkormányzatnál, ők is szívesen részt vennének. És amire nagyon kellett figyelnünk ebbe a folyamatos
feladatunk elvégzésébe, ennek a feladatnak a megszervezésébe, hogy a szubszidiaritás elve, ami a líderekre alapvető Európai Uniós előírás, hogy ennek meg kell, hogy feleljenek, azaz az alulról jövő kezdeményezések, az alulról jövő igények, az alulról jövő döntések ne sérüljenek. Erre kellett figyelnünk, hogy ez továbbra is fennállhasson. Ez az integráció, ez a fúzionált bevont szervezeti, munkaszervezeti működés, ez nem okoz ebben az alapelven sérülést, hiszen a Balaton gyöngye székhelyén is Fonyódon egy ügyfélszolgálati iroda vagy információs pont továbbiakban is ellátja azt a feladatát, ami a helyi tervezést, a pályázati tanácsadást, a támogatást jeleníti meg elsősorban azok számára, akik ezekre a forrásokra pályázni kívánnak. A jövőben ezzel a modellel kívánjuk felépíteni az együttműködést a további 5 Somogy megyei líder helyi akciócsoporttal is. Nem kötelező érvényűen, ezt most is hangsúlyozom. Aki úgy érzi, hogy olcsóbb, hatékonyabb üzemet tud így biztosítani magának, ami egyébként a megyei önkormányzatnak és elsősorban a megyei embereknek lesz jó, mert a területfejlesztés és a vidékfejlesztés találkozik egymással. Ezeket a líder hacsokat nagy szeretettel várjuk ebbe a fajta együttműködésbe. Többen érdeklődnek már, én remélem, hogy ebbe az évben ez a 3-as fúzió létrejöhet, következő évben pedig teszünk egy kísérletet arra, hogy esetleg a teljes somogyi lefedettségre mind a 6 líder helyi akciócsoportra ezt a fajta együttműködést kiterjesszük. Alelnök úr, akkor ez azért nem azt jelenti, hogy hiszen itt a Balaton gyöngyével kapcsolatban ugye említette, hogy Fonyódon van egy információs pont, hogy bárkinek, ha bármilyen problémája van a pályázatokkal, a kifizetéssel kapcsolatban, annak Kaposvárra kell rohanni a megyeházára, hanem akkor bármilyen segítséget megtalál Fonyódon. Ez volt a modell lényege, vagy az alapfilozófiánk ennek a struktúrának a kidolgozásában, hogy annak a pályázónak, akit elsősorban nem érdekel a bürokratikus adminisztratív rendszere, a háttérintézménye ezeknek a lídereknek, hogy hogyan történik maga az akkreditált feladatok ellátása, ami igazából az emberektől egy távoli feladat. A hacs feladatok, a helyi akciócsoport feladatai, a helyi tervezésre, a helyi döntésekre, a helyi segítségre vonatkozólag, azok ott maradnak helyben. Tehát pontosan, ahogy kérdezte is a szerkesztő úr, ez továbbra is elérhető formában ott marad az emberek közelében. Ha úgy tetszik, egy olcsóbb működést kapunk, egy olcsóbb, hatékonyabb működést kapunk, de az alulról jövő képviselet és a helyi képviselet elve az mindenhol sértetlenül megmarad, és reményeim szerint még hatékonyabban, olcsóbban, sikeresebben és eredményesebben fogja ellátni a feladatát, mint eddig. Tehát akkor biztosuk talán a nézőket is azzal, hogy nyugodtan pályázzanak, európai pénzek vannak, rendes pályázatokat kell írni, segítséget kaphatnak a pályázók, tehát jöjjenek és ragadják meg az alkalmat. Ez így van. A megyei területfejlesztési koncepció összeállításában is pontosan erre próbáljuk felhívni a figyelmet, hiszen ez áprilisban útjára indult, szintén Somogy megyébe először. A megyei közgyűlés tagjai is most már bekapcsolódtak a két alelnök és az elnök munkájába. Korábbi hetekben, hónapokban elsősorban a somogyi kistérségeket, székhelytelepüléseiket kerestük fel. A fejlesztési lehetőségeinkkel 2014 és 2020 közötti időszakra való koncepció készítés lehetőségeinkkel szerettük volna megismertetni őket, és egyben kérni a segítségüket, hogyha elképzeléseik, fejlesztési gondolataik, ötleteik vannak, akkor ezeket próbáljuk meg beintegrálni, beépíteni ebbe a megyei területfejlesztési koncepcióba. Ez a folyamat most is zajlik, most a kistérségek látóköréből már kiléptünk, most a településeken megyünk végig, de mivel 245 Somogy megyei település van, elsősorban körjegyzőségenként próbáljuk ezt a tevékenységet végrehajtani, de ebben már a megyei közgyűlés tagjait is bekapcsoltuk, és egy előadás keretén belül ismerhetik meg, hogy körülbelül 14 és 20 közötti programozási időszakban forrás elosztás tekintetében mire számíthatunk, és hogy ez a munka miért fontos és miért jelentős. Annak ellenére, hogy a legnagyobb nyárban is végezzük ezt a feladatot, mert nem szeretnénk úgy járni még egyszer, mint ahogy a 2007 és 2013 közötti jelenleg is folyamatban lévő Európai Uniós forrás elosztással jártak a települések, jártak a vállalkozói szektort képviselők, és jártak a civil szféra tagja is, hiszen sajnos a korábbi évek struktúrális eloszlásai meghatározásában szerintem több hiba is csúszott korábbi kormányzatok részéről, hiszen az eredménytelenség sajnos az azt mutatja, hogy 2010 áprilisáig, tehát az országgyűlési választásokig a közel durván 8 milliárd forintról beszélünk, amikor az Európai Uniós forrásokról beszélünk. Ennek a
8000 milliárd forintnak összességében 6 vagy 7%-át tudták allokálni a korábbi időszakban. Most a jelenlegi kormányzatnak nyilván az első fő stratégiai célkitűzése az volt, hogy a kormányváltás után ezek a kifizetések felgyorsuljanak, és most elértük azt, hogy az Európai Unió tagállamain belül, a 27 tagállamon belül feljöttünk az 5. helyre, ami eléggé impozáns hely, a forrás allokálások, illetve a kifizetések sebességét és tendenciáját illetően. Most azt láthatjuk, hogy gyakorlatilag 30%-hoz közelít a kifizetések nagysága, ami még mindig kevés. Tehát még mindig kevés, mert a közel 8000 milliárd forintos forrásösszeget, amennyiben nem tudjuk teljes mértékben kimeríteni, akkor joggal érhetnek esetleg olyan kritikák Európai Unióból, Brüsszelből bennünket, és hát ebbe a fejlett nyugati országok nem szoktak adósak maradni, hogy hát ha nem kellett ennyi forrás, akkor mi a következő ciklusra tervezési alapotok, miért szeretnénk megközelítően 6000 milliárd forintot a következő ciklusú fejlesztésre. Nyilván ekkora összeget már nem kaphatunk, hiszen nem vagyunk új belépő ország, de körülbelül egy olyan 6000 milliárdban gondolkodunk. És alapvetően azért szeretnénk egy olyan megyei területfejlesztési koncepciót összerakni az országos fejlesztési koncepcióval, országos területfejlesztési koncepcióval együtt, amely felgyorsíthatja majd a kifizetéseket, aki ebbe a koncepcióba bekerül, az majd a programozási fázisban már ezeknek a konkrét projektelemeknek a kidolgozásában és majdani finanszírozásában sokkal rugalmasabban és gyorsabban juthat hozzá ehhez a forráshoz. Itt Somogyban is, hiszen mindannyiunknak azt hiszem, hogy ez az érdeke. Ebben többek között a vidékfejlesztésben is nagy szerepünk lesz, hiszen az elmúlt években, vagy nagy szerep lesz, az elmúlt években sajnos láthattuk azt, hogy párhuzamos fejlesztések valósultak meg. Itt a köszöntőmben is említettem azt, hogy 200-300 fős kis település sem működő önkormányzat a művelődési ház felújítására, teljes rekonstrukciójára megpályázott mondjuk egy több 100 millió forintos Európai Uniós valamilyen alapból jövő támogatást. Majd ezzel párhuzamosan azt láthattuk, hogy a településen érdekelt helyi akciócsoport Leader pénzből egy IKST-t valósított meg, amit ugyan nem kulturálháznak nevezünk, vagy nem művelődési háznak nevezünk, integrált közösségi szolgáltató térként, azért valljuk meg, mégiscsak közösségi funkció, közösségi ház szerepet tölt be, és hát azt láthatjuk, hogy most a működtetési és a fenntartási kötelemnek eleget téve, hát ezek a pici önkormányzatok igen nagy bajba kerültek anyagilag, mert finanszírozni kell az európai támogatásban megvalósított saját felújítást is, a művelődési háznak a működtetését is, még ugye 5 évig, és finanszírozni kell az úgynevezett IKST-nek a működtetését is. Hát ezeket a párhuzamosságokat szeretnénk a jövőbe, ebből a rendszerből, ebből a megyei feladatrendszerből úgymond kiszelektálni, és szeretnénk elérni azt, hogy amit vidékfejlesztési pénzből lehet hatékonyan megvalósítani, azt kimondottan Leader forrásból menjen, amit mondjuk strukturális vagy kohéziós alapból lehet inkább jobban megvalósítani, azt tegyük oda, és van egy harmadik láb az európai forrás lehívásnak a következő ciklusban, ez egy teljesen új kategória lesz, ezek pedig az európai területi társulások lesznek, óriási előnye lesz, hogy közreműködő szervezet nélkül közvetlen brüsszeli pénzhez jutnak hozzá az ebben résztvevők. Somogy megyei önkormányzata az első között társult a Pannon LTT-hez, amely gyakorlatilag több megyét és Szlovéniának egy bizonyos részét is magába foglalja egy ilyen európai területi társulásként. Ez egy önálló jogi személy, bárki tagja lehet, aki a közbeszerzési törvényben ajánlatkérőnek minősül, tehát akkor ebben a Pannon LTT-be önkormányzatokat és egyéb jogszabály szerint megfelelő szereplőket várunk, mikor csatlakozzanak hozzánk, hiszen komoly forrás várható a jövőben is ebből. Reményeink szerint egy sokkal nagyobb durranás lehet ebből, mint a korábbi kifizetési mechanizmusok, amit mutattak felénk Európai Unió szempontjából.